Minden gyermekotthon intézményvezetőjét átvilágítják és rendet tesznek a gyermekvédelemben, így írja Orbán Viktor. A kormányfő szerint a kegyelmi ügy teljesen le van választva a kormánytól. Borgula Andrással és Hannendrével beszélgetünk. Így van, jó estét kívánok! Jó estét! Amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy átvilágítunk, meg rendbe rakunk, akkor igazából a gyermekvédelemről beszél, vagy arról, hogy erőből valamit mutatni kell a népnek? Hát arról beszél, hogy ő a kompetens vezető, aki mindenen rajta tartja a kezét és a szemét. De hát ez egy miniszterelnöktől el is várható, hogy kompetens vezető legyen, nem? Igen, bár ennyire egy személyi kompetens vezető azért ritka az európai demokráciákban. Ehhez képest persze az is érdekes, hogy továbbra sem, ő sem beszélt arról, meg ő sem tette föl azt a kérdést, hogy miért következett be ez a kegyelmi döntés, hogy miért kellett Novák Katalinnak aláírnia, és szerintem ez azért kezd olyan lenni, mint annak idején emlékeztek, hogy hány napja nem tudjuk, hogy Kaja Ibrahim és Josip Tóth, hát az ott több ezer, ott azt hiszem ilyen ezres, tízezeres nagyság. Nem, azt a korabeli hócipő csinálta. Nem, a 168 óra. Igen, mindegy, most még csak 21 napja nem tudjuk, hogy Novák Katalin miért írta. De hát Balogh Zoltán mondott erről valamit. Balogh Zoltán azt mondta, hogy ő tanácsadóként azt javasolta Novák Katalinnak, hogy adjon kegyelmet. Nem egyetlen tanácsadója volt Novák Katalinnak, aki ezt javasolta, mondta. A többieket nem nevezte meg. Ráadásul ugye tudjuk, hogy milyen jó rendbe tette a miniszterelnök úr az egészségügyet is, az oktatást is, tehát hogy nagy reményekkel nézhetünk az elébe, hogy ezt az ügyet is ő egy személyben rendbe fogja tenni. És én szeretném minden alkalommal szerint, amikor eljövök ide, vagy képernyőre kerülök, el fogom mondani, hogy az elnökasszony nem azért mondott le, amit csinált, hanem mert hogy kiderült azért. Jó? Tehát, hogy ezek a cselekmények hónapokkal ezelőtt történtek, tavaly áprilisban. Már jól tudta azóta valószínűleg, hogy mi történt, és nem mondott le. Most is azért került lemondásra sor, mert ez kitudódott. Tehát, hogy itt szerintem van egy nevezhetjük bűnnek, ami nem került megbánásra. Valami egész mások miatt mondtak le ezek a politikusok. Úgyhogy ne, ezt se feledjük el, hogyha számoljuk, hogy hány napja nem tudjuk, hogy miért történt ez meg, akkor ezt is tartjuk viszont számon. Azt kivizsgálják, hogy kerülhetett bele abba a jogi szakfolyóiratba, amelyik... Annak nem ez a dolga, hogy abban benne legyen? De, hogy nem, hát ez tényleg. Ha van képtelen döntés, akkor ez az. Ugye a kuria elnöke úgy döntött, hogy most felfüggeszti a kuria értesítőjének megjelenését. Mert benne volt az ítélet. Mintha egy titkot szivárogtattak volna. Hát kinek kell egy olyan sajtó termék, ami megírja az igazat? Hát egészen biztos, hogy nem a kormánynak. Hát ez teljes, csak a baj van ezzel. Szóval ez azért, most tényleg az a nagy kérdés, ha szabad megfogalmazni a nagy kérdést, hogy ezt meddig tudja a nyilvánosság, nevezzük a nyilvánosságnak a sajtót, a politikusok, az ellenzéki politikusok, meddig tudják ezt ébren tartani? Nem úgy szokott lenni, hogy egy idő után egy legyintés lesz a vége? Mert annyi minden volt már, ami nagy felháborodást keltett, ekkorát nem. Nem. Csak az... És aztán az lett, hogy jó, ez is megvolt. Itt az nem csak abban, szóval abban különbözik, mert nagy felháborodás máskor is volt, nagy tiltakozás máskor is volt, ennyire tartósan, ha csak néhány napig is, de jó néhány napig, zavarba jöttek az illetékesek. Zavarba jött a kormányzat, zavarba jöttek a különböző hatóságok. Hát mert a fundamentumot érintette az ügy, azt, hogy ez egy családbarát, gyermekbarát, gondoskodó kormány. Váratlanul. Ráadásul azt gondolom, hogy a civil szektor is egész komolyan állt bele. Hát láttuk ezt a óriási tüntetést, és ugye a minimum az 50 ezer, amit hallottunk, a maximum pedig jóval több ennél, háromszorosa is akár, ahányan ott kint voltak. Tehát azt gondolom, hogy azt is láthatja az ellenzék, hogy emellé, vagy emögé igenis tömegeket lehet állítani. Úgyhogy talán ezt az aranyhalat, ami politikai szempontból az ő nem is horgukra akadt, mert nem ők fogták ki, hanem a hálójukba, azt talán nem lenne érdemes veszni. De most mondtál valami fontosat, láthatja az ellenzék, hogy ezzel tömegeket lehet megmozdítani, de nem nekik. Így van.
De ez egy nagyon fontos tanulság. Ebben az esetben, igen, de ebben az esetben, hogy is mondjam, azért mondom politikus az ember, hogy okos legyen, és ki tudja, ha meglássa ezt a dolgot, és így is tudjon belőle az ország hasznára hajtani a vizet, elnézést a magyartalan mondatért. Tehát, hogy nem a pártja számára feltétlen, hanem az ország számára. És ha az ország számára most az a fontos, hogy a jelenlegi vezetés fizessen meg azért, amit megtett, akkor lehet, hogy nem az én pártom fogja ennek a hasznát lefelezni, de az emberek mindenképp. Tessék ezért dolgozni. Azt is mondta a kormányfő reggel a Kossuth Rádióban, hogy azt várja a köztársasági elnöktől az újtól, hogy álljon élére a gyermekvédelmi ügyeknek, és egyúttal álljon ellent a különböző devianciáknak, amik megjelennek. És erről óhatatlan eszembe jut, hogy egyúttal egy új törvénycsomagot is be akarnak terjeszteni a parlament elé, amivel az előzőnél is az volt a baj, azért nem írta alá az ellenzék, mert nem csak a gyerekvédelemről, hanem a homoszexuálisokról, az LMBTQ-ról és számtalan más dologról is szólt. Megint ez történik majd? És ez így van kitalálva, hogy az ellenzék ne szavazza meg, és akkor majd lehet rájuk mutatni, hogy pedofil simogatók, LMBTQ barátok. De ez szóval nem átlátszó? De ez egyszer hát megvolt. Nekünk átlátszó. Nem fogják kiszúrni az emberek? Hogy nem, hát ez tudom, így nem, jó? Nem tudom, mikor szúrják ki, de ez tényleg nagyon átlátszó. És a miniszterelnök ki is fejezte a múlt héten, amikor azt mondta, hogy majd akkor vitézkedjen az ellenzék. Tehát ő meg is fogalmazta azt, hogy ennek van egy provokatív célja, egy provokatív. Az évértékelőjében. Így van, ott mondta, hogy, és hát nagyon-nagyon tartok attól, ami tényleg veszélyes, hogy a pedofiliát összemossák az LMBTQ, tehát a melegek és a különböző. Egyáltalán nem kell, hogy tartsál ettől, mert ez már van. Tehát ha olyasmitől kell tartani, mi megtörténhet. Ez már van, nagyon erősen dolgoznak ezen, abszolút az új törvény is ebbe az irányba fogja sodorni azt a közvéleményt, aki csak egyfajta sajtót olvas, és ez annyira mocskos, és annyira visszataszító, annyira bármilyen típusú állampolgárt, amikor másodrangú állampolgárra minősítenek, akinek nincsen bűne, mert az, hogy valaki az LMBTQ közösség tagja, az nem bűn, az nem egy választás kérdése. Ő oda tartozik, oda született, semmi köze a pedofilokhoz, és bárki, aki csak ennek a látszatát is kelti, ma már úgy látszik, nagyon sokat akarok a bűnökről beszélni, de az bűnös. Ez bűn, ilyet nem csinálhat egy kormány, még akkor sem, hogyha hatalmas politikai muníció van benne. Én ezt képtelenségnek tartom. András, osztom a felháborodásodat, egyetlen pozitívumot tudok mondani, hogy minden ilyen erőfeszítés ellenére a mi felméréseink és más felmérések szerint is a magyar társadalom erre azért nem igazán fogékony. Sőt, múltkor olvastam, kimutatás az Európai Unióban az egyik legelfogadóbb. Így van, ez egy nagyon érdekes jelenség. Tehát mondhatnám, hogy ez a második olyan dolog, mert az Európához tartozásunk az első, ahol minden propaganda ellenére a társadalom többsége az Európa párti, és itt is úgy érzem, hogy eddig legalábbis nem volt sikeres ez az erőfeszítés, a két dolog összemosása. Egy másik ehhez tartozó témát, már ugye a köztársasági elnök körüli ügyek és a köztársasági elnök választás körüli ügyek kapcsán hoznék ide, itt volt Harangozó Tamás az előbb, és megint kiállt a közvetlen köztársasági elnök választás mellett, mondani, hogy ezért nem jelölnek hétfőre a parlament számára ellenzéki közös jelöltet, amellett meg se tudnának egyezni, mert hogy mindenki, aki akart valamit, már mondott valamit. Van értelme olyan dolgot követelni az ellenzéknek, és ezt nem ítéletként mondom, valóban érdekel. Tehát értéket mutat fel azzal az ellenzék, hogy annak dacára, hogy tudható, hogy ez reménytelen, mert a kétharmad miért lenne ebben érdekelt, de ez köti magát egy része? Beszélgettünk erről egy picit, és azt gondolom, hogy én ezt hibának látom, és én azt gondolom, hogy annak sokkal nagyobb ereje lett volna valóban, hogyha van ott egy ember, aki mégiscsak egyfajta egységet mutat, akár az ellenzék, de jó esetben nem csak az ellenzék, hanem ugye a köztársasági elnök a nemzetegységét hivatott megjeleníteni, tehát olyas valaki, aki ezt tényleg képes szimbolizálni, és ha csak egy beszédben is a parlamentben
az arcába tudja mondani, a szemébe tudja mondani azoknak az embereknek, akik ott ülnek, hogy hibás, hogyha pártpolitikát csinálnak egy köztársasági elnök választásból. Ráadásul eddig sem sikerült. Tehát, hogy van, nem jött be egyszer, kétszer, most akkor neki futunk harmadszor is. Én nekem a családom egyik fele rendes, vidéki, egyszerű emberek, és szerintem két hiba után ugyanazt harmadszor ők sem követnék el. Nézd, azért az kétségtelen, hogy itt az ellenzék, illetve azok a pártok, amelyek ezt a közvetlen köztársasági elnök választást javasolják, azok kivételesen a többség, a közvélemény álláspontját képviselik, mert ha ezt megkérdezzük, akkor a magyarok többsége ezt választaná. Tehát ők, amit a Fidesz csinál, hogy mindenben megpróbálja kiszolgálni a közvélemény, a többség óhaját, vagy azt próbálja megfogalmazni, vagy valóra váltani, de ez itt most tényleg teljesen értelmetlen. Tehát én is azt gondolom, hogy ez kártékony. Ahhoz képest, amit András olyan szépen megfogalmazott, mert mindenki ezt várta, hogyha csak egyetlen szimbolikus aktus erejéig is az ellenzék közös jelöltje, aki egy köztiszteletben álló ember, és ezért lehetne ilyet találni. A politika, a tudomány, a művészetek, az egyházak világában, mert ott volt Iványi Gábor például egy kiválónak tűnő jelölt, vagy Majtényi László, és legalább Majtényi László egyszer fölállhatott a parlamentben, és mondhatott egy olyan beszédet, ami a jelenlegi kétharmados többség mellett egy rendkívüli esemény. Az egy emlékezetes beszéd, ez egy nagyon szép beszéd volt. Hát ezt elmulasztották most. De mire ment Majtényi, lehet feltenni a kérdést azzal a beszéddel, illetve mire ment az ellenzék, és ki lehet-e tenni egy köztiszteletben álló embert annak, hogy kipécézze a másik oldal, miközben semmit nem nyer vele? Igazad van, hát ezek azok a csapdák, amik között élünk, és nem nagyon van. Néha szembe kell nézni azzal, hogy nem nagyon van jó megoldás, de mégiscsak, ha az ellenzék képes valamiben egységet mutatni, az hatással lehet az egész magyar társadalomra, az egész magyar... Hát volt két a maga világában köztiszteletben álló jelölt, biztosan Csat Magdolna és Hak Péter, akiket megneveztek a pártok, miközben tudható volt, hogy ennek semmi értelme, mert még a saját ellenzéki társpártjaik sem fogják megszavazni őket. Hát formálisan sem tudnak jelölni ilyen kis pártok. Mi dolga lenne egy köztársasági elnök jelöltnek most? Vagy mi dolga lesz egy köztársasági elnöknek, ha elfoglalja a hivatalát? Kell vagy lehet valamit fenntartani a saját függetlenségéből, önállóságából? Meg tud fogalmazni valami olyat, amitől a nemzet köztársasági elnöke lesz, miközben olyan a megosztottság? Talán most van csak szükség igazán. Szerintem egyébként talán a pandémia alatt is nagy szükség lett volna egy olyan köztársasági elnökre, aki egy kicsit jobban végzi a munkáját, hogyha Áder Jánossal szemben fogalmazhatok meg kritikát. Én nem láttam, hogy ő szerintem az egy tényleg egy szimbólum. És ez a munkakör, és kevésbé fontos szerintem, hogy a mi köztársasági elnökünk, mindenkiről kritikát mondok, elutazzon Pápua-Üginára, vagy olyan helyekre, ahol 100 évvel ezelőtt járt egy magyar református, és ott harangot avason. Biztos ez is fontos, nem akarom alapra értékelni, de szerintem olyan helyzetben van az ország, olyan mértékben megosztott, hogyha valaki oda kerül, még azt is gondolom, hogy bármelyik oldal nyomására, ha igazán magas emberi kvalitásokkal rendelkezik, akkor kell tennie még egy lépést, és azt mondani, hogy igen, ide jutottam ennek és ennek a segítségével, és én most viszont mindenkinek a köztársasági elnöke leszek. Eddig nem szerettem a politikát, lehet, hogy ezután se fogom, de a magyarokat szeretem, és én elmegyek ide is, elmegyek abba a színházba is, elmegyek ebbe az operába is, beszélgetek ebben az óvodásokkal is, ezekkel az iskolásokkal is, és mindenhol ott vagyok, ahova igazából egy pártpolitikus nem kell, hogy ellátogasson. Mert ő viszont megteheti, és ott is a helye. Hanem André, az utolsó mondat. Húha, egy mondat. Egy hát, mondat. Ha van több is, még lehet azt is. Érdekes most fölvetni ezt, és Pápua-Ügineázni, mert tényleg nagyon sok mindenen lehet élcelődni.
annak kapcsán, amit Novák Katalin tett, vagy nem tett. Azért az kétségtelen, hogy voltak olyan pillanatok, amikor legalábbis az a látszat keletkezett, hogy ő valamilyen mértékig ellensúlyt tud. Emlékeztek, kiment a pedagógusok elé például a tüntetésen. Aztán azt mondta, hogy látogassák meg a ezek nagyon kis gesztusok voltak. Ukrajna kapcsán azért ő megfogalmazott, legalábbis eltérő, nem mondom, hogy szembenálló, de eltérő nézeteket. Így és volt. Ezzel azért feltűrést tudott kelteni. Persze ezen is lehet fanyalogni, lehet feltételezni, hogy ez egy forgatókönyv szerint egy munkamegosztás, de mindegy, ez azért mindenképp a társadalom számára is felvetette azt, hogy lehetnek időnként alternatívák. Na, ez egy hosszú mondat. Köszönöm szépen mindkettőtöknek. Borgula István és Hannendre voltak a vendégek. Borgula András és Hannendre voltak a vendégek. Én még át is keresztelek. Apu, hogy örülne. Látod? Így van. Reggel óta dolgozol, azt hiszem. Így.